Ha egy megbízható oldalról szeretnél FIFA coint vásárolni, látogasd meg a fifacoinzone.com-ot, és használd a bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Igen, tudom, 3 hete nem volt Back Project. Ez azért volt, megmondom őszintén, mert elfelejtettem, hogy van nekünk egy ilyen sorozatunk. Most viszont visszatértünk, egyetlen egy probléma van. Elfelejtettem a szabályokat, és nincsenek itt előttem, úgyhogy ezt most meg kell néznem. Rendben van, orvosoltuk ezt a problémát, kb. 2 darab másodpercünkbe tellett, úgyhogy itt vagyunk megint. Ez a jó kis Bundesligás csapatunk, habár mondjuk ebbe 2 darab játékos nem a Bundesligában játszik, viszont hát nyilván majd azért ezek a posztok így Bundesliga játékosokkal lesznek betöltve. Ugye kéne még egy kapus, meg Sané helyére egy szélső középpályás. De amúgy egy 98-es chemistry csapat, annyira nem rossz játékosokból, úgyhogy velük fogunk ma kezdeni. Viszont szokás szerint egy 7500-as csomaggal nyitjuk ezt az epizódot is, úgyhogy menjünk a sztorba, és nyissuk ki. Itt is vagyunk, Premium Gold Pack. Adjál nekünk valami használható játékost. Ó, gyerekek, ez Walkout lesz? Nem. Gündogan. Ez egy jó kis Ikai Gündogan, vagy Ilkai, vagy a rák se tudja. De, not a bad player. Úgyhogy, hát szevasz testvérem, üdvözöllek, nem fogom eladni, nyugi, nem adjuk el, viszont egész sokat ér a csávó. Úgyhogy, fai. Na, hát valami ilyen kezdésre számítottam, amúgy nehogy elhidd, már rohadtul nem. Viszont ez tök jó. Ez nagyon jó, BPL csapatba esetleg tudjuk használni, illetve nagyon hasznos lehet nekünk most a Bundesliga csapatba is, ugyanis Németh és Sanéval lesz neki egy jó kis linkje, úgyhogy valamit megpróbálok most kreálni. Sokat, megmondom őszintén, nem változtatott ez most a csapaton, de azért a középpályánk bőven erősebb lett. 84-es játékos, 85-ös játékos, egy rohadt jó játékos itt Sané személyében. Úgyhogy, hát ez tök jó. Örülök ennek a nyitásnak. Fasz a gyerekek. Nagyon király. Nézzünk egy meccset. Na srácok, hát itt is van az első ellenfelünk. Tök korrekt kis csapat. Hát futó bolondok mindenhol. Meglátjuk, mi lesz. Vágod, azt mondta, hogy jó a latency. Ez számomra nem mindig a legideálisabb. Na, megjavult, úgy néz ki, nagyjából. Úgyhogy ez király, maradjon is így. Nem nagyon szeretem, hogyha laggolnak itt a dolgok. Ti is tudjátok, erre allergiás vagyok. Meg arra is, ha gold kapunk, úgyhogy gyerekek, egy hete nem fifáztam. Futó bolondok, nehogy elhitt, tesóm, nehogy elhidd amúgy. Á, elhitte és meg is csinálja, gold lő. Úha, Pereira amúgy egy nagyon jó kis kártya. Jól van. Amint mondottam az előbb is, egy hete nem játszottam. Úgyhogy lehetséges, hogy taktikát is elfelejtettem beállítani. Mostanában kicsit szétcsúszva érzem magam. Jaj, gyerekek, hát ő tud játszani. Ő nagyon tud játszani. Szarrá szivat. Oké. Összeszedjük magunkat, baszki. És visszahozzuk ezt a meccset, megnyerjük. Mondjuk ezt én se hittem el így elsőként, de meg fogjuk nyerni, jó? A Meyer. Az öreg Meyer belövi. Ezért hiányoltam ezt a sorozatot. Csak is Meyer miatt. Nem, amúgy imádom ezt a sorozatot. Király. Mindenki futó bolond, a Pereira annyira nem is gyors. Elvileg. Gyakorlatilag mindent lefut. Aj, gyerekek. De nem szeretem ezért ezt a játékot. Nagyon-nagyon jól támad a gyerek. Ez viszont egy gyönyörű becsúszás volt, ha bár mondjuk semmit nem ért, de... Jó. Hozzuk már ki. Jézusom. Nézd meg ezt a Pereirát, hallod? Hú, gyerekek! Ezt a csávót ki kell nyitni ebbe a sorozatba, és szétalázunk vele mindenkit. Hát ez hogy megfutott minden? Kettő között. Azt a mindenit. Óriási játékos. És itt a félidő, hát egy lövésünk volt, a labda birtoklása is több a srácnak. Jobban játszik, valljuk be, vannak nálam jobb játékosok is, sajnos. Hát mindegy, nem tudunk ez ellen mit csinálni. Most egy ilyen ellenfelet fogtunk ki, aki tök jó. Oh my god, hát szétpasszol. Azért csak belebonyolódott a végére.
Undorító leszek, de futok, de hát ez se ér semmit. Hát óriási. Csak még egy gólt esetleg, hogyha tudnánk szerezni, én annak már örülnék, mint majom a farkamnak, ahogy Csoki bácsi mondta az üvegtigrisbe, tudod? Vagy nem, mindegy. Ebből gól már lófasztam lesz, tehát hogy így... És miért állítod meg te? Lehet, hogy le kéne hozni a Gündogant, be kéne hozni a Rodriguez-t, csak hogy ne állítsák ki, és ne ő legyen a legrosszabb. Mert akkor, hát nem szeretnék egy 40 ezres játékos diszkárdolni, szerintem megértitek. Itt a vége a mérkőzésnek, srácok. Hát igen, nem nyertük meg, sőt ki is kaptunk, és az öreg Lindegaard helyett a Rodriguez lett a legrosszabb. Úgyhogy van egy kapusunk, szerencsére. Hát akkor a Rodriguez-től veszünk könnyes búcsút. Discard. Megtaláltuk, José Rodriguez, pedig őt szerettem, esküszöm srácok. Ahhoz képest, hogy 12 meccsen játszott, 2 gól és 5 assziszt a mérlege, most viszont megy a kukába. Hello. Na mindegy. Következő meccset szerintem nem biztos, hogy ezzel a csapattal fogjuk lejátszani. Viszont még mielőtt kiválasztom, hogy melyik tímmel játsszuk le, azelőtt nyissunk ki egy 7500-as csomagot, mert az ugye jár minden meccs előtt, úgyhogy menjünk is a sztorba. Ahogy látjátok, nincsen sok coinunk, úgyhogy nem tudom, hogy meddig fog tartani a sorozat, de most ezt kinyitjuk, és ad egy Ronaldót, és minden meg lesz oldva. Hát nem. The Free. Nem egy rossz védő. Valljuk be, nem egy rossz védő. Suhozával sokra nem megyünk, meg Britossal se annyira, de hát annyira nem volt ez egy rossz nyitás. Korrekt. The Free jó védő. Na srácok, hát valamilyen szinten építettem egy ilyen hibrid csapatocskát. Ugye ez nagyjából az alap csapatunkhoz hasonlít, pár változtatással. Bekerült Szóza, akiről azt hittem, hogy lószart nem fog kezdeni ebben a csapatban, aztán kiderült, hogy itt a braziloknál annyira nem is rossz, illetve betettem ide Gündogant Thiago helyére, így jobb lett a chemistry. 91-es chemistry van ennél a csapatnál, viszont ugye tudjuk, hogy itt a jó öreg KK barátunk, illetve Meyer azért csodákra képes a maguk módján, úgyhogy velük fogunk belevágni a mai második és egyben utolsó meccsünkbe. Úgyhogy, hát menjünk rá a győzelemre. Legalábbis próbáljuk meg. És itt is van az újabb ellenfelünk, akinek egy hihetetlenül rohadtul OP csapata van. Hát kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek. Smallingon áttörni magunkat nem lesz könnyű dolog. Meglátjuk. Meglátjuk. Bízzunk a legjobbakban. Tesóm, te mi a szart csinálsz most? Nagyon jó Weiser. Az öreg Weiser. Bepasszolja középre, és ott a gól, hát ki más, mint Alex Meyer. Ennyi. Weiser és Meyer. Ha összejátszanak, óriási. Miért artikulálok? Kurva idegesítő lehet, nem? Az hát, nagyon rossz, nagyon rossz. Ments meg Weiser, nem ment meg minket. Most a Weiser, most a kapufa ment meg minket. Halleluja. Hú, gyerekek. Azért nem könnyű ez a meccs se. Úha, nagyon megevett a Kanté. Azt hittem legalább lesz olyan undorító, hogy elpasszolja, de szépen csinálta, hát és ezt belőtte. 1-1. Jól van, nem probléma. Rendben van, srácok, itt a fél idő, hát az ellenfelünknek egyetlen egy darab lövése volt. Ez be is ment. Ez arról árulkodik, hogy a kapusunk nem a legjobb, de nincsen nála sajnos jobb jelen pillanatban. Úgyhogy ez van. Mi pedig nem tudjuk kihasználni a helyzeteinket, de majd a második félidőben talán jobbak leszünk. Aj, de éreztem, bassza meg, hogy át fog folyni valaki. 2-1 oda. Jobban játszik az ellenfelünk, megérdemli, csak az fáj, hogy ez a második lövése a meccsen. Mindegy. Ma valahogy nem vagyunk formában. Nem lehetünk mindig jók, de ez FIFA logika. Meyer. Hoppá! Hoppá, mégse kapunk ki! Alex Meyer, ha megpüffentette. Jó. Ma eddig 3 gólt lőttünk, ebből mind a 3 Alex Meyeré. I think. Védekezzük ki ezt a 2 percet. És lefújja. És miért akad ennyire? Jó, mindegy, nem baj. Na srácok, hát Kaka megsérült.
Majd őt meggyógyítjuk nyilvánvalóan. Az öreg Meyer még mindig bombaformában van. Ahhoz képest, hogy olyan lassú, mint a szar. Egyszerűen hihetetlen lassú. De amikor gólt kell lőni, akkor gólt lő. Úgyhogy srácok, Meyer egy állat. Viszont 3 hét után ennyi lett volna az első rész. Hogyha tetszett, akkor értelemszerűen jelezzétek egy óriási lájkkal, illetve hogyha még nem tettétek volna meg, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Szavaztok!